Hare Krishna. Folytatjuk a Srimad Bhagavatam 5. énekének felolvasását, és a 16. fejezetnél járunk, amelynek címe Jambudvipa leírása. Jambudvipa leírása. Hát nagyon erős szél van. Majd kiabálok. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. A szokásos módon előszó, versek, és utána versek és magyarázatok. 16. fejezet, Jambudvipa leírása. Miközben Sukadev Goszvámi Priyavrata Maharadzsa jelleméről és leszármazottjairól beszélt, a Meru hegyről és a Bú mandalaként ismert bolygó rendszerről is említést tett. A Bú mandala olyan, mint egy lótuszvirág, a hét sziget pedig a lótusz örvéhez hasonlít. Jambudvipaként ismert hely az örv közepén található. Jambudvipán emelkedik a Sumeru hegy, ami színaranyból van. Ez a hegy 84 ezer jodzsanya magas, de ebből 16 ezer jodzsanya a föld alatt található. A szélességét 32 ezer jodzsanára becsülik a csúcsánál és 16 ezer jodzsanára a lábánál. Egy jodzsana körülbelül 8 mérföld. Ez a Sumeru, a hegyek királya tartja fenn a föld bolygót. Az Ilávrita varsaként ismert terület déli oldalán található a Himaván, a Hemakuta és a Nishada hegy. Az északi oldalon pedig a Nila, a Sveta és a Sringa hegyekkel találkozunk. A nyugati oldalon szintén két hatalmas hegység emelkedik, a Májaván és a Gandamádana. A Sumeru hegyet 4 hegy veszi körül, a Mandara, a Meru Mandara, a Suparsva és a Kumuda, amelyek mind 10.000 jodzsana hosszúak és 10.000 jodzsana magasak. Ezen a 4 hegyen egy-egy 1100 jodzsana magas fa található. Egy mangófa, egy jambózafa, egy kadamba fa és egy fügefa. Tejjel, mézzel, cukornádlével és tiszta vízzel teli tavakat is találunk itt, melyek teljesíteni képesek minden vágyat. Mellettük kertek is vannak ott, a Nandana, a Chitraratha, a Vaibrajaka és a Sarvatobhadra kertek. A Suparsva hegy oldalán egy kadambafa áll, amelynek üregéből méz folyik. A Kumuda hegy, a Kumuda hegyen a Satavalsa nevű banyanfa áll, melynek gyökereitől tejfolyó, joghurt folyó és egyéb kívánatos dolgok folynak. A Sumeru hegyet, mint a lótuszvirág örvének szálai, 20 hegylánc veszi körül, köztük a Kuranga, a Kurara, a Kusumba, a Vaikanka és a Trikuta. A Sumeru hegy keleti oldalán találjuk a Jathara és a Devakuta hegyeket, a nyugatin a Pavanát és a Pariyatrát, délen a Kailását és a Karavirát, északon pedig a Trishringát és a Makarát. Ez a 8 hegy hozzávetőlegesen 18 ezer jodzsana hosszú, 2000 jodzsana széles és 2000 jodzsana magas. A Sumeru hegy tetején található Brahmapuri, az Úr Brahmá lakhelye, melynek mind a 4 oldala 10.000 jodzsana hosszú. Brahmapuri körül fekszik Indra király és 7 másik félisten városa, melyeknek nagysága 1/4 Brahmapuri nagyságának. Mostantól kezdődnek a versek. Pariksit király így szólt Sukadev Goszvámihoz. Ó, Brámana, már elmondtad nekem, hogy a Bumandala sugara addig ér, ameddig a nap terjeszti fényét és hevét, és ahonnan még a hold és az összes csillag látható. Kedves uram, Priyavrata Maharadzsa szekerének forgó kerekei 7 árkot hoztak létre, amelyekben 7 óceán keletkezett. E 7 óceán Bumandalát 7 szigetre tagolja.
méreteikről, neveikről és jellemzőikről már adtál egy általános leírást. Most részletesen szeretnék tudni róluk. Kegyesen teljesítsd vágyamat. Ha az elme az Istenség legfelsőbb személyiségének a természet anyagi kötőerőiből álló külső arculatára, a hatalmas univerzális formára koncentrál, eljuthat a tiszta jóság szintjére. E transzcendentális helyzetben az ember megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét, Vasudevát, aki finomabb formájában önragyogó, és a természet kötőerői fölött áll. Ó Uram, kérlek írd le szemléletesen, hogyan észlelhetjük azt a formát, ami az egész univerzumot befedi. A nagy Rishi Shukadev Goswami így szólt. Kedves királyom, az Istenség legfelsőbb személyisége anyagi energiája kiterjedésének nincsen határa. Ez az anyagi világ az anyagi kötőerők, szatvagúna, rajogúna és tamogúna átalakulása. Mégsem tudja senki sem tökéletesen elmagyarázni, még akkor sem, ha olyan hosszú ideig él, mint Brahmá. Az anyagi világban senki sem tökéletes, és aki tökéletlen, az nem képes pontos leírást adni erről az anyagi univerzumról, még hosszas elmélkedés után sem. Ó király, én mégis megpróbálom elmagyarázni neked a főbb területeket, például a Bú Gokalát, a búlókát, neveikkel, formáikkal, méreteikkel és különféle jellemzőikkel együtt. A Búmandalaként ismert bolygórendszer egy lótuszvirágra emlékeztet, és 7 szigete e lótuszvirág örvét képezi. Az örv közepén elhelyezkedő Jambudvipa sziget hosszúsága és szélessége 1 millió jojana, 8 millió mérföld. Jambudvipa olyan kerek, mint egy lótuszvirág levele. Jambudvipán 9 földrész található, amelyek mind 9000 jojana, 72000 mérföld hosszúak. E földrészek határát 8 hegy jelöli, amely megfelelően elválasztja őket egymástól. E földrészek vagy varsák közül Ilávrita varsa a lótuszörvének közepén helyezkedik el. Ilávrita varsán emelkedik a Szumérú hegy, ami színaranyból van. Ez a hegy olyan, mint a lótuszhoz hasonló Búmandala bolygórendszer magháza. Magassága megegyezik Jambudvipa szélességével, azaz 100000 jojana, 800000 mérföld. Ebből 16000 jojana, 128000 mérföld a föld alatt van, ezért a hegy a föld fölött csupán 84000 jojana, 672000 mérföld magas. A hegy szélessége 32000 jojana, 256000 mérföld a csúcsánál, és 16000 jojana a lábánál. Ilávrita varsától észak felé haladva 3 hegység emelkedik egymás után. A Nila, a Sveta és a Sringavan. Ezek 3 varsának, Ramyakának, Hiranmayának és Kurunak a határát jelölik, és elválasztják őket egymástól. E hegyek 2000 jojana, 16000 mérföld szélesek. Hosszában keletre és nyugatra a sósvízű óceán partjáig terjednek. Déltől észak felé haladva minden hegység hossza tizede az előzőnek, a magasságuk azonban megegyezik. Ilávrita varsától délre, kelet-nyugat irányba kiterjedve 3 nagy hegység található, északról délre haladva a Nishadha, a Hemakuta és a Himalája. Mindegyik 10000 jojana, 80000 mérföld magas. 3 varsának, Hari varsának, Kimpurusa varsának és Bárata varsának, Indiának a határait jelölik. Ilávrita varsától nyugatra és keletre szintén 2 hatalmas hegység található, a Mayavan és a Gandamadana. Ez a 2 hegység, amelyek egyenként 2000 jojana, 16000 mérföld magasak, északon a Nila hegyig, délen pedig a Nishadáig terjednek, és Ilávrita varsa, valamint a Ketumála és Badrásva néven ismert varsák határait jelölik. A hatalmas Szumerú hegy 4 oldalán 4 hegy található.
a mandara, a meru mandara, a supársva és a kumuda, melyek olyanok, mint a szuméru örvei lennének. Hosszuk és magasságuk a számítások alapján 10 000 jodzsana, 80 000 mérföld. E négy hegy csúcsán, mint négy zászlórúd, egy mangófa, egy jambózafa, egy kadambafa és egy banyanfa áll. A fák szélessége 100 jodzsana, 800 mérföld. Magassága pedig 1100 jodzsana, 8800 mérföld. Ágai körben szintén 1100 jodzsana távolságra nyúlnak. Óparisit maradja. Bharata dinasztiája legkiválóbb sarja. E négy hegy között négy nagy tó található. Az elsőnek a vize tej ízű, a második íze olyan, mint a méz, a harmadiké olyan, mint a cukornádlé, a negyedik pedig tiszta vízzel van teli. A négy tó a mennyei lényeknek, a félisteneknek nevezett szidháknak, csáranáknak és gandarváknak nyújt élvezetet, akiknek emiatt a természetükhöz tartozik, hogy rendelkeznek a misztikus jóga tökéletességeivel, például kisebbé tudnak válni a legkisebbnél, és nagyobbá a legnagyobbnál. Négy mennyei kert is van ott, a Nandana, a Chiraratha, a Vaib Rajaka és a Sarvato Badra. A legkiválóbb félistenek mennyei ékszerekhez hasonló szépségű feleségeikkel találkoznak e kertekben, és itt élvezik egymás társaságát, miközben az alacsonyabb rangú félistenek, a gandarvák a dicsőségükről énekelnek. A Mandara hegy alacsonyabb lankáin áll egy mangófa, amit Devachutának hívnak. Magassága 1100 jodzsana, s tetejéről olyan hatalmas mangók hullanak a mennyek lakóinak legnagyobb élvezetére, mint a hegycsúcsok, és olyan édesek, mint a nektár. Amikor a kemény húsú gyümölcsöke nagy magasságból leesnek, széthasadnak és édes, illatos lé folyik ki belőlük, ami még illatosabbá válik, ahogy a más illatokkal keveredik. Vízesésekben zuhog alá a hegyről, s az Arunoda nevű folyóvá szélesedik, ami méltóság teljesen hömpölyök keresztül Ilavrita keleti részén. A jakság jábor feleségei, Bhavanáninak, az Úr Síva feleségének szolgáló lányai. Az Arunoda folyó vizét isszák, ezért testük illatos, és ahogy a szél magával röpíti ezt az illatot, körös körül 80 mérföldnyire illatossá teszi az egész vidéket. Ugyanígy hullanak le a magasból és hasadnak darabokra a jambufa húsos, apró magvú gyümölcsei is. A gyümölcsök akkorák, mint az elefántok, és a belőlük csorduló lé a Jambu Nadi folyóvá válik. Ez a folyó 10 000 jodzsana magasból a Meru Madara csúcsáról zuhog alá Ilavrita déli oldalára, és elárasztja nektárjával Ilavrita egész területét. A hömpölygő lé a Jambu Nadi folyó mindkét partján feláztatja a földet, és amikor ezt a szél és a nap kiszárítja, tengernyi arany keletkezik, amit Jambu Nadának neveznek. A mennyek népe ebből az aranyból ékszereket készít, ezért a mennyei bolygók lakóit és öröki fiú feleségeiket tetőtől talpig aranysisakok, aranykarkötők és övek ékesítik. Így élvezik az életet. A Supársva hegy oldalán egy nagyon híres, hatalmas fa áll, amit Mahakadambának neveznek. Odvaiból 5 méz folyó ered, amelyek egyenként körülbelül 5 vyáma szélesek. Ez a méz folyam szüntelenül zuhog lefelé a Supársva hegy tetejéről, és keresztül folyik Ilavrita varsán a nyugati oldalról indulva. Az egész földterület levegőjét ennek a folyónak a kellemes illata hatja át. A levegő, ami magával viszi az illatokat, azoknak az ajkairól, akik ittasa, akik ittak ebből a mézből, 100 jodzsana távolságban körös körül mindent illatossá tesz. A Kumuda hegyen egy hatalmas banyanfa áll, amit Sata Valsának neveznek, mert 100 főága van.
Ezekből az ágakból számtalan gyökér nő ki, amelyekből sok-sok folyó ered. A folyók a hegy tetejéről Ilávrita Varsa északi oldalára folynak le, az ott élők nagy áldására, akiket bőségesen ellátnak tejjel, joghurttal, mézzel, tisztított vajjal, melasszal, gabonával, ruhákkal, ágyneművel, ülőhelyekkel és ékszerekkel. Mindent megkapnak, amire csak vágynak, hogy jólétben élhessenek, és ezért nagyon boldogok. Az anyagi világban azoknak, akik a hömpögő folyók termékeit élvezik, nem ráncos a bőrük és nincsenek őszhajszálaik. Sohasem éreznek fáradtságot és testük izzadsága nem áraszt rossz illatot. Nincs rájuk hatással az öregkor, a betegség vagy az idő előtti halál, nem szenvednek zord hidegtől vagy perzselő hőségtől, és testük nem veszíti el a ragyogását. Mindannyian nagyon boldogan, aggodalmak nélkül élnek, míg meg nem halnak. A Meru-hegy lábánál más hegyeket is találunk. Gyönyörű elrendezésben, ahogyan a rostok helyezkednek el egy lótuszvirág örve körül. Nevük Kuranga Kurara, Kusumba Vaikanka, Trikuta Sisira, Patanga Rucsaka, Nishadha Sinivasa Kapila, Shankha Vaidurya, Jarudi Hamsa, Rishaba, Nága, Kálajara és Nárada. A Sumeru hegy keleti oldalán van két hegy, a Jatara és a Devakuta, amelyek észak-déli irányban 18 ezer jojana, 144 ezer mérföld hosszúak. A nyugati oldalon szintén van két hegy, a Pavana és a Pariyatra, amelyek ugyanilyen hosszan terjednek ki észak-déli irányban. A déli oldalon emelkedő két hegyet Kailasának és Karavirának nevezik. Ezek kelet-nyugati irányban tesznek ki 18 ezer jojanát. Az északi oldalon is van két ugyanilyen hosszú, kelet-nyugat irányba húzódó hegy, a Trishringa és a Makara. E hegyek szélessége és magassága 2000 jojana, 16 ezer mérföld. Ez a 8 hegy veszi körül a Sumerut, a Színaranyhegyet, ami olyan fényesen ragyog, mint a tűz. A Meru csúcsának közepén található az Ur-Brahma városa. E városnak mind a négy oldala 10 millió jojana, 80 millió mérföld hosszú. Az egész aranyból van, ezért a műveltudósok és bölcsek Shatakaumbinak nevezik. Brahmapuri körül találhatók a bolygórendszerek 8 fő irányítójának lakhelyei, Indra királyéval kezdve. Hasonlítanak Brahmapurihoz, de méretük csupán egynegyede annak. Tizenhatodik fejezet. Jambudvipa leírása. Első vers. Pariksi király így szólt Sukadev Goszvámihoz. Ó, brámana, már elmondtad nekem, hogy a Bhumandala sugara addig ér, ameddig a nap terjeszti fényét és hevét, s ahonnan még a hold és az összes csillag látható. Magyarázat. Ez a vers leírja, hogy a Bhumandalaként ismert bolygórendszer addig terjed, ameddig a napfény. A modern tudomány szerint a Földre a napfény 93 millió mérföld távolságból érkezik. Ha ez szerint a modern információ szerint számolunk, akkor a Bhumandala sugarát 93 millió mérföldnek tekinthetjük. A Gayatri mantrában azt vibráljuk Om Bhur Bhuvah Svah. A Bhur szó a Bhumandalára utal. Tehát Savitur Varenyam. A napfény szétárad a Bhumandalán, ezért a nap imádatra méltó. A naksatraként ismert csillagok nem napok, ahogyan azt napjainkban az asztronómusok feltételezik. A Bhagavad Gita-ból 10.21 megérthetjük, hogy a csillagok hasonlóak a holdhoz. Naksatránám aham shashi. A holdhoz hasonlóan a csillagok is a napfény tükrözik vissza. Tudnunk kell, hogy a bolygórendszerek elhelyezkedésére vonatkozó nagyszerű újkori becsléseken kívül az eget,
és annak különféle bolygóit már sokkal a Srimad Bhagavatam megszerkesztése előtt tanulmányozták. Sukadev Goszvámi elmagyarázta a bolygók helyzetét, és ez arra utal, hogy ez a tudás már sokkal korábban létezett, mint ahogy az Sukadev Goszvámi elbeszélte Pariksit Maharadzsának. A különféle bolygórendszerek helyzete nem volt ismeretlen a védikus korban élő híres bölcsek előtt. Második vers. Kedves Uram! Priyavrata Maharadzsa szekerének forgókerekei 7 árkot hoztak létre, amelyekben 7 óceán keletkezett. E 7 óceán Bumandalát 7 szigetre tagolja. Méreteikről, neveikről és jellemzőikről már adtál egy általános leírást, most részletesen szeretnék tudni róluk. Kegyesen teljesítsd, vágyam. Harmadik vers. Ha az elme az Istenség legfelsőbb személyiségének a természet anyagi kötőereiből álló külső arculatára, a hatalmas univerzális formára koncentrál, eljuthat a tiszta jóság szintjére. E transzcendentális helyzetben az ember megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét, Vasudevát, aki finomabb formájában önragyogó, és a természet kötőerei fölött áll. Ó Uram, kérlek írd le szemléletesen, hogyan észlelhetjük azt a formát, ami az egész univerzumot befedi. Magyarázat. Lelki tanítómestere, Sukadev Goszvámi korábban azt tanácsolta Pariksit Maharadzsának, hogy gondoljon az Úr univerzális formájára, és ezért lelki tanítómesterének tanácsát követve a király állandóan ezen a formán meditált. Az univerzális forma kétségtelenül anyagi, de mivel minden az Istenség legfelsőbb személyisége energiájának a kiterjedése, végül semmi sem anyagi. Pariksit Maharadzsa elméjét lelki tudat itatta át. Srila Rupa Goszvámi így ír. Prapan Chikataya Buddhya Hari Sambadi Vastunah Mumukshubi Parityago Vairagyam Palgu Katyate. Minden, még az is, ami anyagi kapcsolatban áll az Istenség legfelsőbb személyiségével, ezért mindent az Úr szolgálatában kell használni. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ezt a verset a következőképpen fordította le. Hari Sevaya Yaha Haya Anukula Visaya Baliya Tahara Tyage Haya Bula. Nem szabad lemondanunk semmiről, ami kapcsolatban áll az Istenség legfelsőbb személyiségével, anyaginak vagy az anyagi érzékek által élvezhetőnek tekintve azt. Még egyszer. Nem szabad lemondanunk semmiről, ami kapcsolatban áll az Istenség legfelsőbb személyiségével, anyaginak vagy az anyagi érzékek által élvezhetőnek tekintve azt. Még az érzékek is lelkiek, ha megtisztulnak. Amikor Pariksit Maharadzsa az Úr univerzális formájára gondolt, elméje kétségtelenül a transzcendentális síkon volt. Ezért aztán noha semmi oka nem volt, hogy az univerzumról szóló részletes ismeretekkel törődjön, a legfelsőbb Úrral kapcsolatban mégis gondolt rá, ezért ez a földrajzi tudás nem anyagi, hanem transzcendentális volt. A Srimad Bhagavatamban egy másik helyen, Bhagavatam 1.5.20, Nárada Muni azt mondja, Idám hi Visvam Bhagavan Ivetarah. Az egész univerzum az Istenség legfelsőbb személyisége, noha látszólag különbözik tőle. Ezért bár Pariksit Maharadzsának nem volt szüksége az univerzummal kapcsolatos geográfiai ismeretekre, tudása lelki és transzcendentális volt, mert az egész univerzumot az Úr energiája kiterjedésének tekintette. Prédikálás közben mi is anyagi javakkal és pénzzel foglalkozunk. Sok könyvet vásárolunk és adunk el, mivel azonban ezek a cselekedetek mind hozzátartoznak a Krisna tudatos mozgalomhoz, sohasem szabad őket anyaginak tekintenünk. Amikor valakit az ilyen szervezéssel kapcsolatos gondolatok kötik le, az nem jelenti azt, hogy nem Krisna tudatos. Amikor valaki szigorúan követi azt a szabályozó elvet, hogy minden nap 16 körön át énekli a mahamantrát, akkor a Krisna tudatos mozgalom terjesztésének érdekében végrehajtott anyagi világgal kapcsolatos cselekedetei nem különböznek a Krisna tudat lelki tetteitől. Negyedik vers. A nagy Rishi, Sukadev Goszvámi így szólt. Kedves királyom, az Istenség legfelsőbb személyisége anyagi energiája kiterjedésének nincs határa. Ez az anyagi világ az anyagi kötőerők, szatvagúna, rajoguna és tamoguna,
átalakulása. Mégsem tudja senki sem tökéletesen elmagyarázni, még akkor sem, ha olyan hosszú ideig él, mint Blammár. Az anyagi világban senki sem tökéletes, és aki tökéletlen, az nem képes pontos leírást adni erről az anyagi univerzumról, még hosszas elmélkedés után sem. Ó király, én mégis megpróbálom elmagyarázni neked a főbb területeket, például a búgólakát, a búlókát, neveikkel, formáikkal, méreteikkel és különféle jellemzőikkel együtt. Magyarázat. Az anyagi világ az Istenség legfelsőbb személyisége teremtésének csak egynegyed részét teszi ki, mégis végtelen. Senki sem képes megismerni vagy leírást adni róla, még akkor sem, ha olyan hosszú ideig él, mint Brahmá, akinek élete sok-sok millió évig tart. A modern tudósok és csillagászok azon igyekeznek, hogy elmagyarázzák a kozmosz felépítését és a hatalmas világűrt, és némelyikük azt hiszi, hogy a ragyogó csillagok mind napok. A Bhagavad Gita-ból azonban megtudhatjuk, hogy ezek a csillagok, nakshatrák, olyanok, mint a hold, mert a nap fényét tükrözik vissza. Egyik sem független égitest. Az írások szerint a búlóka a világűrnek az a része, ahová a nap, heve és fénye elér. Ebből levonhatjuk azt a természetes végkövetkeztetést, hogy ez az univerzum addig terjed, ameddig ellátunk az űrben, és magába foglalja a ragyogó csillagokat is. Sri Sukadev Goswami elismerte, hogy teljes részletességgel lehetetlen lenne jellemezni ezt a hatalmas anyagi univerzumot, ám ennek ellenére át akarta adni azt a tudást a királynak, amit ő kapott a paramparán láncolatán keresztül. Arra a végkövetkeztetésre kell tehát jutnunk, hogyha valaki nem képes megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségének anyagi kiterjedéseit, akkor biztos, hogy a lelki világ nagyságát sem tudja felbecsülni. A Brahma Samhita 5.33 megerősíti ezt. Advaitam Acyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusam Nava Yauvanam Cha. Govinda az Istenség legfelsőbb személyisége kiterjedéseinek határát senki sem képes felbecsülni, még az sem, aki olyan tökéletes, mint az Úr Brahma. Mit tehetnének hát a parányi tudósok, akiknek érzékei és eszközei mind tökéletlenek, s akik még erről az egyetlen univerzumról sem tudnak mondani semmit. Meg kell elégednünk tehát azzal az információval, amit a védikus forrásokból kapunk, olyan hiteles szaktekintélyeken keresztül, mint Sukadev Goswami. 5. vers. A Bú mandalaként ismert bolygórendszer egy lótuszvirágra emlékeztet, és 7 szigetre e lótuszvirág örvét képezi. Az örv közepén elhelyezkedő Jambudvipa sziget hosszúsága és szélessége 1 millió jojana, 8 millió mérföld. Jambudvipa olyan kerek, mint egy lótuszvirág levele. 6. vers. Jambudvipán 9 földrész található, amelyek mind 9000 jojana, 72000 mérföld hosszúak. E földrészek határát 8 hegy jelöli, amely megfelelően elválasztja őket egymástól. Magyarázat. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur a Vájú Puránát idézi, amely a következő leírást adja a különféle hegyek elhelyezkedéséről a Himalájával kezdődően. Hát itt van egy 14 sor teljesen szanszkrit szöveg, bocsánatot kérek, ezt nem fogom felolvasni, mert nem tudom kiejteni helyesen. Tehát fel van sorolva ilyen idegen szavakkal, nagyon sok valami. 7. vers. A földrészek vagy varsák közül Ilávrita varsa a lótusz örvének közepén helyezkedik el. Ilávrita varsán emelkedik a Szuméru hegy, ami szín aranyból van. Ez a hegy olyan, mint a lótuszhoz hasonló Bumandala bolygórendszer magháza. Magassága megegyezik Jambudvipa szélességével, azaz 100000 jojana, 800000 mérföld. Ebből 16000 jojana, 128000 mérföld a föld alatt van. Ezért a hegy a föld fölött csupán 84000 jojana, 672000 mérföld magas. A hegy szélessége 32000 jojana, 256000 mérföld a csúcsánál, és 16000 jojana a lábánál. 8. vers. Ilávrita varsától észak felé haladva három hegység emelkedik egymás után.
a Nila, a Sveta és a Sringavan. Ezek három varsának, Ramjakának, Hiranmayának és Kurunak a határát jelölik és elválasztják őket egymástól. E hegyek 2000 jozsana, 16000 mérföld szélesek, hosszában keletre és nyugatra a sósvízű óceán partjáig terjednek. Déltől észak felé haladva minden hegység hossza tizede az előzőnek, a magasságuk azonban megegyezik. Magyarázat. Ezzel kapcsolatban Madhvácsárja a következő verseket idézi a Brahmanda Puránából. Itt szintén egy nagyon hosszú szanszkrit szöveg van. Bocsánatot kérek, nem fogom felolvasni. Nincs hozzá magyar fordítás egyébként. Ezekből a versekből, amit nem olvastam fel, derül ki, hogy a napon és a holdon kívül létezik egy láthatatlan Ráhu nevű bolygó is. Ráhu mozgása okozza a nap és a hold fogyatkozást. Az a véleményünk, hogy a modern expedíciók, melyek a holdra akarnak eljutni, tévedésből a Ráhúra érkeznek. 9. vers. Ilávrita Varsától délre, kelet-nyugat irányba kiterjedve három nagy hegység található. Északról délre haladva a Nishadha, a Hemakuta és a Himalája. Mindegyik 10000 jozsana, 80000 mérföld magas. Három varsának, Hari varsának, Kimpurusa varsának és Bárata varsának, Indiának a határait jelölik. 10. vers. Ilávrita Varsától nyugatra és keletre szintén két hatalmas hegység található. A Mayavan és a Gandamadana. Ez a két hegység, amelyek egyenként 2000 jozsana, 16000 mérföld magasak, északon a Nila hegyig, délen pedig a Nishadáig terjednek, és Ilávrita Varsa, valamint a Ketumála és Badrásva néven ismert varsák határait jelölik. Magyarázat. Még ezen a föld bolygón is számtalan hegység van, és nem hiszem, hogy mindegyiknek a méretét pontosan meghatározták. Mexikótól Caracasig a hegyvidéken áthaladva rengeteg hegyet láttam, és kétlem, hogy pontosan megmérték a magasságukat, szélességüket és hosszukat. Éppen ezért, ahogy Sukadev Goszvámi utal rá a Srimad Bhagavatamban, ne próbálkozzunk azzal, hogy puszta számítgatásokkal felmérjük az univerzum hegységeit. Sukadev Goszvámi már kijelentette, hogy az ilyen számításokat rendkívül nehéz lenne elvégeznie még annak is, aki esetleg olyan hosszú ideig él, mint Brahmá. Meg kell elégednünk olyan hiteles szaktekintélye kijelentésével, mint amilyen Sukadev Goszvámi, és fel kell ismernünk, hogy az egész kozmikus megnyilvánulást az Istenség legfelsőbb személyiségének külső energiája tette lehetővé. Az itt megadott méreteket, 10000 jozsana vagy 100000 jozsana, helytállónak kell tekintenünk, mert Sukadev Goszvámitól származnak. A mi tapasztalati tudományunk sem igazolni, sem megcáfolni nem tudja a Srimad Bhagavatam kijelentéseit. Nekünk csupán meg kell hallgatnunk ezeket az állításokat a hiteles szaktekintélyektől. Ha értékelni tudjuk az Istenség legfelsőbb személyiségének hatalmas energiáját, az a hasznunkra válik. 11. vers. A hatalmas Sumeru hegy négy oldalán négy hegy található. A Mandara, a Meru Mandara, a Suparsva és a Kumuda, melyek olyanok, mintha a Sumeru örvei lennének. Hosszuk és magasságuk a számítások alapján 10000 jozsana, 80000 mérföld. 12. vers. E négy hegy csúcsán, mint négy zászlórúd. Egy mangófa, egy jambózafa, egy kadambafa és egy banyanfa áll. A fák szélessége 100 jozsana, 800 mérföld. Magassága pedig 1400 jozsana, 8800 mérföld. Ágai körben szintén 1100 jozsana távolságra nyúlna. 13. és 14. vers. Ó Pariksit Maharaja, Bharata dinasztia legkiválóbb sarja. E négy hegy között négy nagy tó található. Az elsőnek a vize tej ízű, a második vize olyan, mint a méz, a harmadiké olyan, mint a cukornádlé, a negyedik pedig tiszta vízzel van teli.
A négy tó a mennyei lényeknek, a félisteneknek nevezett szidháknak, csáranáknak és gandarváknak nyújt élvezetet, akiknek emiatt a természetükhöz tartozik, hogy rendelkeznek a misztikus jóga tökéletességeivel, például kisebbé tudnak válni a legkisebbné, és nagyobbá a legnagyobbnál. Négy mennyei kert is halott. A Nandana, a Chitraradha, a Vaibrajaka és a Sarvatobhadra. 15. vers. A legkiválóbb félistenek mennyei ékszerekhez hasonló szépségű feleségeikkel találkoznak e kertekben, és itt élvezik egymás társaságát, miközben az alacsonyabb rangú félistenek, a gandarvák a dicsőségükről énekelnek. 16. vers. A Mandara hegy alacsonyabb lankáin áll egy mangófa, amit Devachutának hívnak. Magassága 1100 jodzsana, s a tetejéről olyan hatalmas mangók hullanak a mennyei lakóinak legnagyobb élvezetére, mint a hegycsúcsok, és olyan édesek, mint a nektár. Magyarázat. A nagy tudású bölcsek a Vájú Puránában is utalnak erre a fára. Aratninám Satáni, Astav, Éka Sásti Adikánicsa, Pála Pramánám Akhyatam, Rishibis, Tátvá, Dásibi. Ehhez sincs magyar magyarázat, de ezt most felolvastam. 17. vers. Amikor a kemény húsú gyümölcsök el nagy magasságból leesnek, széthasadnak és édes, illatos lé folyik ki belőlük, ami még illatosabbá válik, ahogy a más illatokkal keveredik. Vízesésekben zuhog alá hegyről, s az Arunódá nevű folyóvá szélesedik, ami méltóság teljesen hömpölyög keresztül Ilávrita keleti részén. 18. vers. A jakság Jámbor feleségei Baváninak, az Úrsíva feleségének szolgáló lányai. Az Arunódá folyó vizét isszák, ezért testük illatos, és ahogy a szél magával röpíti ezt az illatot, körös körül 80 mérföldnyire illatossá teszi az egész vidéket. 19. vers. Ugyanígy hullanak le a magasból és hasadnak darabokra a jambufa, húsos, apró magú gyümölcsei is. Egy gyümölcsök akkorák, mint az elefántok, és a belülük csorduló lé a Jambunádi folyóvá válik. Ez a folyó 10.000 jodzsana a magasból a Meru Mandara csúcsáról zuhog alá Ilávrita déli oldalára, és elárasztja nektárjával Ilávrita egész területét. Magyarázat. Képzeljük csak el, mennyi lé lehet egy olyan gyümölcsben, ami akkora, mint egy elefánt, és nagyon parányi magja van. A széthasadt jambu gyümölcsök leve vízesésként hullik alá, és elárasztja Ilávrita egész területét. A nektár hatalmas mennyiségű aranyat hoz létre, ahogyan azt a következő versekből megtudhatjuk. 20. és 21. vers. A hömpölygő lé a Jambunádi folyó mindkét partján feláztatja a földet, és amikor ezt a szél és a nap kiszárítja, tengernyi arany keletkezik, amit Jambunádának neveznek. A mennyek népe ebből az aranyból ékszereket készít, ezért a mennyei bolygók lakóit, az örökifjú feleségei és örökifjú feleségeiket tetőtől talpig aranysisakok, aranykarkötők és övek ékesítik. Így élvezik az életet. Magyarázat. Az istenség legfelsőbb személyisége elrendezéséből vannak olyan bolygók, amelyeken a folyók aranyat teremnek partjaikon. E földbolygó szerencsétlen lakói tökéletlen tudásuk miatt ámulatba esnek egy úgynevezett Bhagaván láttán, aki képes egy morzsányi aranyat létrehozni. Most azonban megtudhatjuk, hogy az anyagi világ felső bolygórendszereiben a Jambunádi partjainak sara a Jambu levével keveredik, majd kölcsönhatásba lép a napfénnyel és a levegővel, és aztán hirtelen hihetetlen mennyiségű aranyat hoz létre. A férfiakat és nőket ott aranyékszerek díszítik, és így nagyon szépek. Ezen a földön sajnos olyan kevés arany van, hogy a világ kormányai megpróbálják azt elraktározni, és inkább papírpénzt nyomtatnak. Mivel emögött a pénz mögött nincs aranyfedezet, a papír, amit pénzként kiosztanak, értéktelen, de a földön élő emberek mégis rendkívül büszkék anyagi fejlettségükre. Napjainkban a lányok és a nők arany helyett műanyag ékszereket viselnek,
és mindenki műanyag eszközöket használ. Az emberek mégis nagyon büszkék anyagi gazdagságukra. Ezért mondják e kor embereire: Manda Sumanda Matayo Manda Bagya Hi Upad Rutah. Bhagavatam 1.1.10. Ez azt jelenti, hogy rendkívül rosszak és nagyon lassúak az Istenség legfelsőbb személyisége fenségének megértésében. Sumanda Matayaknak azért nevezik őket, mert olyan téves felfogásokkal rendelkeznek, hogy Istennek fogadnak el egy csalót, aki egy kis aranyat képes csinálni. Nincsen aranyuk, ezért valójában szegények, és így nagyon szerencsétlennek számítanak. Ezek a szerencsétlen emberek a szerencse reményében, amiről ez a vers ír, néha a mennyei bolygókra akarnak emelkedni. Az Úr tiszta baktáit azonban egyáltalán nem érdekli az eféle gazdagság. Sőt, a bakták az arany színét néha a fényes, aranyszínű ürülékhez hasonlítják. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt tanította a baktáknak, hogy ne hagyják, hogy az aranyékszerek és a gyönyörűen felékszerezett nők elbűvöljék őket. Na dánám, na dzsánám, na szundarim. Egy bakta ne vonzódjon az aranyhoz, a gyönyörű nőkhöz, vagy a sok követő jelentette tekintélyhez. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezért bensőségesen így imádkozott: Mama Janmani, Janmanishvare, Bhavatad Bhaktir Ahaituki Tvai. Uram, kérlek, áldj meg engem odaadó szolgálatoddal. Nem akarok semmi mást. Egy bakta azért imádkozik, hogy kikerüljön ebből az anyagi világból. Ez az egyetlen vágya. Ainanda Tanuja Kinkaram, Patitam Mam Visame Bhavam Budhau, Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Duli Sadrisham Vicintaya. Az alázatos bakta így imádkozik az Úrhoz: Kegyesen emelj ki engem az anyagi világból, amit eláraszt az anyagi pompa, és adj menedéket lótuszlábadnál. Srila Narottam Das Thakur így imádkozik: Haha Prabhu Nanda Suta Vrishabhanu Suta Yuta Karuna Karaha Eibara Narottama Dasa Kaya Nateliha Rangapaya Toma Vineke Ace Amara. Ó Uram, ó Nanda Maharadzsa fia, most előttem állsz kedveseddel, Vrishabhanu leányával, Srimati Rádarányival. Kegyesen fogadj el engem a lótuszlábad poraként, és kérlek, ne taszíts el, mert nincs más menedékem rajtad kívül. Prapodananda Sarasvati szintén utal rá, hogy az aranysisakos felékszerezett félistenek helyzete csupán fantazmagória. Tridasa, Tridasa, Pur, Akasa, Pushpayate. A baktát az efféle pompa sohasem bűvöli el. Ő csak arra vágyik, hogy egy porszem lehessen az Úr lótuszlábán. 22. vers. A Suparsva hegy oldalán egy nagyon híres, hatalmas fa áll, amit Mahakadambának neveznek. Odvaiból 5 mészfolyó ered, amelyek egyenként körülbelül 5 vyáma szélesek. Ez a mészfolyam szüntelenül zúg lefelé a Suparsva hegy tetejéről, és keresztül folyik Ilávrita Varsán, a nyugati oldalról indulva. Az egész földterület levegőjét ennek a folyónak a kellemes illata hatja át. Magyarázat: ha az ember kitárja a két karját, a két kezek közötti távolságot egy viámának nevezik. Ez körülbelül 8 láb hosszúságnak felel meg. Mindegyik folyó körülbelül 40 láb széles volt tehát, az 5 együtt pedig körülbelül 200 lábat tett ki. 23. vers. A levegő, ami magával viszi az illatot azoknak az ajkairól, akik ittak ebből a mézből, 100 jojana távolságban körös körül mindent illatossá tesz. 24. vers. A Kumuda hegyen egy hatalmas banyanfa áll, amit Satavalsának neveznek, mert 100 fő ága van. Ezekből az ágakból számtalan gyökér nő ki, amelyekből sok-sok folyó ered. A folyók a hegy tetejéről Ilávrita Varsa északi oldalára folynak le, az ott élők nagy áldására, akiket bőségesen ellátnak tejjel, joghurttal, mézzel, tisztított vajjal, melasszal, gabonával,
ruhákkal, ágyneművel, ülőhelyekkel és ékszerekkel. Mindent megkapnak, amire csak vágynak, hogy jólétben élhessenek, és ezért nagyon boldogok. Magyarázat. Az emberiség jólétét nem egy olyan démonikus civilizáció biztosítja, amelyben nincsen kultúra és nincsen tudás, csupán felhőkarcolók és az utakon száguldozó hatalmas automobilok vannak. Természet ajándékai elegendőek a jó élethez. Ha valahol bőségesen van tej, joghurt, méz, gabona, tisztított vaj, melasz, dóti, szári, ágynemű, ülőhely és ékszer, akkor az ott élők valóban gazdagok. Amikor a folyók bőséges vize elárasztja a földeket, ezekből a dolgokból nem lesz soha hiány. Mindez azonban a védikus írásokban leírt áldozatok bemutatásától függ. Annád Bhavanti Bhutani, Párdzsanyád Anna Sambhava, Jagyád Bhavati Párdzsanó, Jagna Karma Samud Bhava. Mindenki teste gabolaféléken él, melyek az esőből származnak. Az eső a jagja, áldozat végzéséből ered, a jagja pedig az előírt kötelességekből születik. Ezek a Bhagavad Gita 3.14 előírásai. Ha az emberek teljes Krisna tudatban követik ezeket az elveket, az emberi társadalom gazdag és boldog lesz ebben és a következő életében egyaránt. 25. vers. Az anyagi világban azoknak, akik e hömpögő folyók termékeit élvezik, nem ráncos a bőrük és nincsenek ősz hajszálai. Sohasem éreznek fáradtságot és testük izzadsága nem áraszt rossz illatot. Nincs rájuk hatással az öregkor, a betegség vagy az idő előtti halál. Nem szenvednek zord hidegtől vagy perzselő hőségtől, és testük nem veszíti el a ragyogását. Mindannyian nagyon boldogan, aggodalmak nélkül élnek, míg meg nem halnak. Magyarázat. Ez a vers elmondja, mit jelent a tökéletes emberi társadalom még ebben az anyagi világban is. Az anyagi világ gyötrelmekkel teli állapotán enyhíteni lehet, ha van elegendő tej, joghurt, méz, tisztított vaj, melasz, gabona, ékszer, ágynemű, ülőhely és így tovább. Ez az emberi civilizáció. A mezőgazdasági vállalkozások révén bőséges mennyiségű gabonát termelhetnek az emberek, a tehéntartással pedig sok-sok tejet, joghurtot és tisztított vajat állíthatnak elő. Ha megvédjük az erdőket, bőségesen juthatunk mézhez is. Sajnos azonban a modern civilizációban az emberek lemészárolják a teheneket, a joghurt, a tej és a tisztított vaj forrásait. Kivágják a fákat, amelyek mézet adnak, és gyárakat nyitnak, ahol csavarokat, autókat és bort termelnek, ahelyett, hogy a mezőgazdasággal törődnének. Hogyan lehetnének így az emberek boldogok? A materializmus minden gyötrelmét el kell szenvedniük. Bőrük ráncos lesz, egyre zsugorodnak, hogy végül már majdnem olyanok, mint a törpék. És testük a sok undorító étel fogyasztása miatt, a tisztátalan izzadságnak köszönhetően förtelmes szagot áraszt. Ez nem emberi civilizáció. Ha az emberek igazán boldogok akarnak lenni ebben az életükben, és fel akarnak készülni a következő életükre, el kell fogadniuk egy védikus civilizációt. A védikus civilizáció bőségesen ellát minden embert az említett szükségletekkel. 26. vers. A Meru-hegy lábánál más hegyeket is találunk, gyönyörű elrendezésben, ahogyan a rostok helyezkednek el egy lótuszvirág örve körül. Nevük Kuranga, Kurara, Kusumba, Vaikanka, Trikuta, Shishira, Patanga, Ruchaka, Nishada, Sinivasa, Kapila, Shanka, Vaidurya, Jarudi, Hamsa, Rishaba, Naga, Kalanjara és Narada. 27. vers. A Szuméru hegy keleti oldalán van két hegy, a Jatara és a Devakuta, amelyek észak-déli irányban 18.000 jodzsana, 144.000 mérföld hosszúak. A nyugati oldalon szintén van két hegy, a Pavana és a Pariyatra, amelyek ugyanilyen hosszan terjednek ki észak-déli irányban. A déli oldalon emelkedő két hegyet Kailasának és Karavirának nevezik. Ezek kelet-nyugat irányban tesznek ki 18.000 jodzsanát. Az északi oldalon is van két ugyanilyen hosszú, kelet-nyugat irányban húzódó hegy, a Trishringa és a Makara. E hegyek szélessége és magassága 2.000 jodzsana, 16.000 mérföld.
Ez a 8 hegy veszi körül a Szumérút, a Színaranyhegyet, ami olyan fényesen ragyog, mint a tűz. 28. vers. A Meru csúcsának közepén található az Úr Brahmá városa. E városnak mind a négy oldala 10 millió jodzsana, 80 millió mérföld hosszú. Az egész aranyból van, ezért a művel tudósok és bölcsek Sátakaumbinak nevezik. 29. vers. Brahmapuri körül találhatók a bolygórendszerek 8 fő irányítójának lakhelyei, Indra királyéval kezdve. Hasonlítanak Brahmapurihoz, de méretük csupán egy negyede annak. Magyarázat. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur megerősíti, hogy más puránák is írnak az Úr Brahmá és a bolygórendszerek 8 alárendelt irányítójának, köztük Indrának a városáról. Hát ezt most felolvasom. Mérau Navá Purani Sjúr, Manovati Amaravati, Tejovati Samyamani, Tata Krishnangana Para, Shradhavati Gandavati, Tata Chanya Mahodaya, Yashovati Cha Brahmendra, Bahyadinam Yatha Kramam. Brahmá városát Manovatinak hívják, segítői Indra, Agni és a többiek lakhelyét pedig Amaravatinak, Tejovatinak, Samyamaninak, Krishnanganának, Shradhavatinak, Gandavatinak, Mahodájának és Yashovatinak hívják. Brahmapuri középen helyezkedik el, a másik 8 puri pedig körülötte minden irányban. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 5. énekének 16. fejezetéhez, melynek címe Jambudvipa leírása. Következő alkalommal a 17. fejezetet fogom felolvasni, melynek címe a Ganges folyó alászállása. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Gora Premanandi, Hari Hari Bol, Gora Bhakta Vrinda Ki Jai, köszönöm, hogy meghallgattál, Hare Krishna.